Üdvözlöm Önöket! Ez itt a manikűr. Remélem nézték előző műsorunkat, amelyben egy igazi újdonságot, a száraz manikűrt mutattuk be. Ma egy olyan témával foglalkozunk, amely régebbi ugyan, de folyamatosan megújul. A körmök díszítésének technikája állandóan változik. A felhasznált kellékek is folyamatosan javulnak. Céljuk, hogy megkönnyítsék a szakemberek dolgát, gyorsítsák fel, ugyanakkor tökéletesítsék a munkafolyamatokat. Jánosi Anetta, a Pernész egyik oktatója egy olyan technikát mutatott, amely segítségével rövid idő alatt csodálatos dekoráció varázsolható a körmökre. Kíváncsiak erre? Hát tartsanak velünk! Abban az esetben, hogyha vendég érkezik hozzánk, és nagyon siet, mégis szeretne valami különlegesebb mintát a körmére, akkor vannak már olyan termékek, olyan segítő eszközök, amik felgyorsíthatják a munkánkat. Ilyenek például a nyomdalemezek, amit ma használni is fogok. Ezek segítségével nagyon gyorsan elkészíthetünk egy mintát, és így vendégünk különleges körmökkel távozhat. Ma a vendégemnek egy klasszikus színt választottam az alap elkészítéséhez. Ez egy piros, ami mindig divatban van, és divatban is fog maradni. És az elkészült körmöket egy nyomda technikával elkészített mintával fogok feldobni, amihez használom a nyomdalemezt. Arra egy bordó színt viszek fel. És végül ezt a mintát rányomdázom a köröm felületére egy egyszerű mozdulattal. A pecsételőm az egy átlátszó szilikon párnácskával van ellátva, ami segít elhelyezni a mintát a körmön, mivel hogyha itt felül belenézek, akkor pontosan be tudom állítani, hogy a minta mely része essen a köröm felületére. Több nyomdalemezt találhatunk, amiken különböző minták vannak felfestve. Ahhoz, hogy ezek a minták tökéletesen sikerüljenek, speciális lakokra van szükségünk, nyomdalakokra, amik ugyanúgy különböző színben megtalálhatóak. És ezeket ajánlom, mivel ezekkel lesznek igazán szépek a minták. Hogyha valaki mégis szeretné tovább komplikálni a vendég körmeit, akkor erre a nyomda alapra el lehet készíteni különböző más mintákat is. Mivel egy kicsit komplikáltabb mintát szerettem volna elkészíteni, ezért a nyomdás alapra még festettem egy rózsát, amire akrilport hintettem, így a mintám az majd matra fog száradni, és egy kicsit 3D-s hatást fogok elérni. És hogy ez a középső ujj is találjon a gyűrűsön található mintával, ezért ide is rajzolok egy kis rózsát, amit végül ugyanazzal a technikával fogok elkészíteni, mint a gyűrűsön levő rózsát. Megjelenésünk egyik legfontosabb kiegészítője a körmünk. A különböző díszítési technikáknak köszönhetően mindig alkalomhoz illő manikűrrel dobhatjuk fel a szettünket. Remélem sikerült ma is újdonságokkal szolgálnunk. Ha bármiről lemaradtak volna, szerdán este fél hét előtt 10 perccel visszanézhetik a körömépítés fortéjait.
Mi pedig 2 hét múlva vasárnap, 1 óra 25 perckor újra találkozunk. Alig várom, gondolom önök is. A viszontlátásra!